Október 26-án a 4. Tökés Borfesztiválon csontvázak, szellemek és vérfarkasok lepték el a Rádai utcát. Nem tehettük meg, hogy a különös jelenségnek ne járjunk utána. A Rádai utcának van ilyen hagyománya. Tehát én magam a koromnál fogva mondhatom, hogy körülbelül 20 éve működöm a Rádai utcában. A lánykori nevem Rádai Könyvesház, és valamikor a könyvesházzal könyvheteket szerveztünk, nemzetközi költészeti fesztivált, kiállításokat, és hát jó könyveket tartottunk. Aztán egy idő után ez a dolog már nincsen, de én azt gondoltam, hogy a Rádai utca az valamilyen mértékig mégiscsak az én hazám, és akkor én itten csinálok, amit tudok. Erre nagyon jó lehetőség, illetve jó partnereket találtam az utca vendéglőseiben. Egy amerikai fiú kérte a segítségünket, hogy csinálnának az itt élő angol nyelvűeknek Halloween-t, és hogy abba tudnánk-e segíteni, és akkor én körbejártam vendéglőket, és aki volt, aki örült ennek, és akkor lett. És akkor összejött egy olyan 150 gyerek. És hát ezt nagyon örültünk neki, mert ez olyan szép szám, meg hogy 150 gyerek, meg felnőttek, meg minden is. Nagyon ráfér az utcára, hogy szerepeljen a neve, forogjon. Minden utcára, az úgynevezett tematikus utcára ráfér egyfajta menedzselés. Ez 5 évvel ezelőtt így indult. Aztán akkor azt láttam, hogy ez milyen érdekes, mert arra egyszer csak megjelentek magyarok is. És a következő évben csináltunk egy olyat, amiben ezzel a fiúval közösen, amikor egyszer csak kisült, hogy tömegek jönnek, és magyar családok fényes nappal beöltözve, kifestve az utcán akarnak lenni. És erre én azt gondoltam, hogy ez érdekes, ugye én az a generáció vagyok, akinél azt mondják, hogy Halloween, akkor összerándul minden üreges testrész, és idegenkedik, és minden baja van. De hát én néztem a gyerekeket, azokat viszont meg szeretem. Hát én 4 gyerek és 5 unoka, tehát van közöm ehhez a műfajhoz. És azt gondoltam, hogy hát az nem lehet rossz, ahol sok gyerek van. És aztán tulajdonképpen így értünk el ehhez a 4. alkalomhoz, amikor most azt hiszem, hogy az utca fogadóképességét, tehát fölülről verjük a lécet. Tehát több mint 1500 gyerek jött az utcába, ezt pontosan tudom mondani. Attila vagyok. Attila a túsz, igen. Hát azért, mert ugye mondták, hogy jöjjek, jöjjönöm kellett, és akkor érezzem jól magam, és jól érzem magam. Kislányom itt van mellettem. Szia. Nem tudom, megmutassam őt. Te minek öltöztél, Blanka? Vasárkány. Tizenhét olyan partner volt az utcában, akik arra vállalkoztak, hogy gyerekeket fogadnak, ezt a tömeget, ezt a időnként kezelhetetlen, nem kis terhet jelentő munkát, ezt a kezelhetetlen tömeget, ezt a nem kis méretű munkát, ezt vállalták, és hát osztották a csokit. Van valamilyen, hogy mondjam, családi vagyon az utcának, ez nem az egyetlen, de az biztos, hogy azt igazolja, hogy az összefogásban van erő. Mit gondol, miért nagy élmény ez a gyerekeknek ez az esemény? Hát sok gyermekkel találkozik, hasonkorúval, és egyszerűen az az élmény, az a hangosság, az a zsivaj, ami végig kíséri az utcán, és ezzel feltöltődik, és élményekkel gazdagabban tér haza. És állandóan csak mesél erről, ami történt. Tehát nem egy unalmas hétköznap például. Igaz, hogy külföldről érkezett, nagyon nyugatról érkezett ez az ünnep felénk. Hát, Halloween, mit is tudnék rá erről mondani? Nem akarok csúnyát mondani, tehát az, hogy mi ezt ünnepeljük, ezt a Halloween-t, ez inkább a halottak napját ünnepeljük mi otthon. A Halloween az egy olyan hozzánk csapódott ünnep, mint például a Valentin nap. Olyan, mintha kellene ünnepelni egy ilyet.
Hát inkább a halottak napját ünnepeljük mi, ugye, elsején, és azt jobban befogadom, mint hogy a Halloween. De hogyha gyerekről van szó, akkor semmi nem tart vissza. Akkor eljövünk, szórakozunk, és jól érezzük magunkat. Eszembe jutott, hogy én 8 éves koromban, te lehet, hogy 10 voltam, Somogyfajszon, abban a kis faluban, ahol én fölnőttem. Én tök lámpást faragtam a többiekkel, és azt kiraktuk az út szélére, és jól megijesztettük a hazatérő szekeret, akik reményeink és mai vágyaim szerint is hihetetlenül megijedtek ettől, és nagyon boldogok voltunk. Az az elem, hogy csokit gyűjteni, azt én nagyon jól ismerem, mert jártunk a kotyulni, azt mondhatok egy ilyet, és akkor kértünk, kaptunk. Ez nagyon hozzátartozott, hogy bizonyos ünnepeken, ilyeneknél a gyerekek jártak és kuncsorogtak ezt-azt-amazt, és akkor általában jól bántak velünk. Mondták, hogy nem mindenhol, én csak jóra emlékszem persze, de az nagyon izgalmas volt és hozzátartozik. Én azt hiszem, hogy ez egy nemzetközi dolog. Ez, amit én azóta utána olvastam, ez egy pogány és keresztény elemekből összeálló valami, amit az éhező ír migránsok elvittek Amerikába, és onnan mi ilyen kicsit cukormázasan visszakaptuk Mandinerből. Szerintem jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk arra, hogy mi ebből a magyar. Mindenkitől megkérdezem, hogy minek öltözött, jó? Sorra! Én démonnak. Én csontvázördög. Én egy halott csontváznak. Én egy ördögnek. Miért jó ez a Halloween? Mert jó, hogy ijesztő. Miért jó az, hogy ijesztő? Azért, mert hogy meg lehet másokat ijeszteni, és lehet csak itt kapni. Most kinyitottuk, a plébániával nagyon jó kapcsolatunk van, nagyon kedves a Gábor atya, és például ide adta az altemplom kulcsát, és az altemplomban, ami nem szakrális hely abban az értelemben, hogy nem Isten tiszteleti hely most, és ott lenn gyerekek és felnőttek, ott helyszínként csodálhatták az Ybl Miklós féle épületnek a talán a legizgalmasabb részét. És ez nekem egy tudatos építkezésnek gondolom én, vagy szánom, és most már azon töröm fejem, hogy jövőre hogyan tudunk olyan elemeket beleépíteni, amik messze túl vannak azon a egyébként jogos, de talán kicsit felszínes kérdésen, hogy milyen a Halloween. Szerintem olyan, hogy egyrészt van, tehát lehetetlen azt mondani, hogy ne legyen. Ha nem itt csinálják, akkor máshol fogják csinálni. Ha viszont van, akkor azzal lehet bánni. És én azt gondolom, hogy van Tarsolyban elég kapacitás, jó szándék, együttműködési lehetőség, hogy ezt sokféle szempontból éltessük, és csináljunk belőle valamit.